Hosszú évek óta foglalkozik diákok oktatásával a Szekszárdi GMV Kft. Ezért nem is volt kérdés, hogy a megújult duális képzési rendszerhez is csatlakozik a cég. A cégünk az most már 32 éve működik, eleinte lakatosipari tevékenységet végzett, most már kibővültünk 12 évvel ezelőtt CNC üzemmé is, és így mind a kettő párhuzamosan működik. Hát főleg egymásnak dolgozunk be, gépeket gyártunk, egyedi gépeket gyártunk, de külsős munkákat is vállalunk, vannak kisebb-nagyobb partnereink, ezeknek a partnereknek mindenképpen kis szériában gyártunk, tehát mi az egyedi gyártás felé orientálódunk. Mi ezt szeretjük, ebben van kihívás, ebben látjuk a szakmai kihívást, és ez minket ez éltet leginkább. Hát most megpróbáltuk egy tanulóval, hogy ez az egész rendszer hogy működik. A könyvelési része, a tanulás, ugye itt azért a cégek felelőssége elég nagy, most van, aki érzi ezt, van, aki nem. Mi ezt próbáljuk maximálisan érezni, és felelősséggel tartozunk a diákkal kapcsolatban. Most itt ugye valahol azért ez a képzés ez változott, mert eddig akik voltak tanulóink, ők két hetente jártak hozzánk, és 4 napot töltöttek itt. Na most a forgácsolást kellett nekik valamilyen szinten megtanulni, de ezt az iskolában is tanították nekik. Most gyakorlatilag a mi felelősségünk az elmélet egy tetemes része, és a gyakorlat egészében. Na most a vizsga az innentől kezdve úgy fog működni, hogy itt vizsgázik. És hogyha ügyes, akkor ő neki van egy interaktív vizsgája, meg gyakorlati vizsgája, és végzett a diák. Tehát ebből áll. Jelenleg egy tanuló sajátítja el a forgácsolás fortéjait a GMV-nél. Nagypapám nyomdokaiba szeretnék lépni, aki lakatos volt, de igazából ezermester volt gyakorlatilag, és az ő tudását szeretném továbbvinni. Programozok, mérek, gyártásban részt veszek. Így, hogy cégnél vagyok, tapasztalom, hogy milyen ez a szakma. Megtanulok mindent, a technológiákat, a számításokat, mindent, ami szükséges, hogy egy jó szakember legyek, itt megkapom. Terveim ennél a cégnél maradni és egy jó szakember lenni. Mi ezt a képzést, ezt rábíztuk az egyik, hát mi úgy gondoljuk a egy legsarkosabb emberünkre, aki mint szakmailag, mint az egész elméletet nagyon jól érti, és ezt ő át tudja adni a diáknak. Hát ez a diákunknak ez nehéz feladat, megállni a helyét, de sikerült. Én 5 éve dolgozom a cégnél, hát ez már van olyan emberünk, aki ezelőtt 27 évvel jött ide tanulóként, és még mindig itt dolgozik nálunk. A forgácsoláson 12 éve foglalkozunk, mint különálló CNC forgácsoló üzem. Na most gyakorlatilag amióta ez létezik, ez az üzem, azóta vannak forgácsoló tanulóink. Most a duális képzés, amit említettem is, ez egy nagyon más világ. Jövőre szeretnék még 2 diákot felvenni, hogy összesen 3 diákot tanítsunk. Na most az a célunk, hogy itt maradjanak ezek a diákok. Bővülni szeretnénk, most jelen pillanatban már maximumon vagyunk, tehát nincs helykapacitásunk, szükségünk lenne bővülésre, hál' Isten munkánk nagyon sok van. És hát nálunk azért az egyedi gyártással foglalkozunk, és itt a cégen belül azért ez egy olyan követelmény, hogy itt szakemberekre van szükségünk. Tehát nekünk van 3 mestervizsgás dolgozónk, akiknek jogosultságuk van képezni tanulókat, tehát rájuk lehet bízni ezeket az embereket, vagy diákokat, és hát gyakorlatilag ők foglalkoznak is szívesen velük, van tapasztalatuk ilyen téren más cégeknél, ahol dolgoztak, ott már foglalkoztak, neveltek ki diákokat, sőt van olyan dolgozom, akik van egy mestere volt, és a tanonc is itt van, meg a mestere nem itt tanította meg neki a szakmát, de ide jöttek mind a ketten, és most együtt dolgoznak. A
cégnek ugye ez azért érdeke, hogy mindenképpen a jövő nemzedéke szakemberek legyenek. Tehát ne azok, akik az iskolából kijönnek, és papíron tudják a szakmát, de valójában nem csináltak még soha semmit. Itt mindenképpen ők a szakmában belelátnak, dolgoznak, tehát ők gyakorlatilag, hogyha van rá lehetőség, akkor ők termelnek. Tehát ők teljes értékű munkaerőként szerepelnek egy adott cégnél. Nálunk hát gyakorlatilag a diákunk 3 hónap után már önállóan tudott dolgozni. Tehát ő jelen pillanatban is már könnyíti a mi munkánkat. Most nekünk szerencsénk van vele, ő tényleg egy nagyon ügyes srác, én sokat járok az iskolába, vizsgabiztos is vagyok, és hál' Istennek tudom, hogy ő hogy végzi az iskolában a tanulmányait is, jól szerepel, én úgy gondolom, és a tanáraival is beszéltem, ez valójában a mi érdemünk is, természetesen ő is kell ehhez, úgyhogy hát ő nagy büszkeség, reméljük, hogy továbbiakban is majd ilyen diákokat, vagy hasonló diákokat sikerül majd megszereznünk. Thank you.